Questa è la Catechesi Museo di Rimbe. De ez nem is a 601-es szerintem, hanem ez a korábbi. A Skodánál is volt nagy fekete autó. Cabriolada. Ilyet se láttam még. Csak kicsit máshogy néz ki. Végkésen tudok egy olyan kultúra, amelyik ilyen is még működik. Nemzeti dohány volt. Dohány és cigaretta, ez egy nemzeti dohány volt. Ez meg egy kocsma. Bót. Régen ilyen volt a Tesco Express. Egyébként jó. Az orvosi rendelőnek tűnik. Na, na, tudod, ez már számítógép. És ez Commodore. Az igazi kommunista rádiók. Szokon rádió? Ilyen van a kárdában van is. Vagy ilyesmi. Azt a neki, na ilyet nem láttam még én, ez egy szalagos magnó. A rendszerűen, nagyon ráadásul ez Sony. Ez meg ezért, na, VHS kamera. Mm. Kiskazettás. Milyen gyorsos magnó? Az én a szalagos magnó, meg ott van még a másik. Na, az meg azért, na, ilyet már látta, az VHS kazetta. Ez meg már a kazettás magnó. Na, hát én ilyet csak fényképen láttam, működésképpen.
Illetve meg volt még a rádió, de nem működött, mert ilyen csöveket nem gyártottak hozzá, de ilyet még láttam. Hát utánam sátorban szerepel hasonló, ha az megvan így. Igen, milyen furcsa volt, hogy az egész milyen játszó. Főleg ez. Ez egy nagyon old school lemezjátszó. Meg az még azt hiszem, ez felhúzós volt, nem is állammal ment, hanem ezt fel kellett húzni. Húzni. Így lett ki a Bluetooth hangszóró régen. Meg ez a rádió, nézd neked. Elég nagy. Na, ezen még tudnád hallgatni a Kossuth Rádiót? Hát, mondom, az MR4, a nemzetközi műsor sugárzás, és a Budapest az meg a mostani Kossuth az 540-en. Ja, ott a legalsó. A Budapest 2-t nem látom, pedig volt akkoriban már. Hát, lehet, az volt a Petőfi, igen, de azon már... Práha 2, még Moszkva 3-at látok. Az a frekvencia már nem megy a Budapest 2, ami landó sugárzta. Hát jó, persze, megértem. Ja, meg ezen nincsen FM, még keleti normás se, ha jól látom. Van zárnál is. Na, ezt Pete Gabinak kell megmutatni. Elbeszélgetésre kérik Mr. Charlie Firpót. Üzenetrögzítős telefon. Telefonok. És adtam az első 060-os alandók. Azt a Nokia kommunikátor. Azon már ment a Tetris. A Tetris nem, de a Snake az már igen. Na, az is jó. Na, ez is egy ilyen külön sztoki a telefon. Na, olyanom viszont volt, az volt az első telefon, hogy ilyen volt 3310-es. Már itt van iPhone 2 is igen. A végén. Na meg ez ilyen. Nekünk valami hasonló volt. Nézd csak, ez a Benefon. Ez volt az első analóg közét mobiltelefonunk. Valami ilyesmi volt. Más szél, fekete színű volt. Na, ez egy Benefon Delta. Analóg, az antennája. Az Ericsson. Nem egészen ilyen volt, annak kiúszható antennája volt. Na, ez meg egy EasyCard, ez egy személyhívó. EasyCall. Igen, még most is van, csak már máshogy használjuk. Na, ilyenünk viszont még van otthon, és még működik is, csak már faxot senkitől nem kapunk, de... Hát jó, már faxot. De az egy faxgép. Hát ezek egy picit nagyobbak. Itt a Tesla, amit emberek Ja, hát ez a TV kamerába. Nézzük a Tesla TV-t. Lehet, hogy találunk egy Orion-t vagy egy videótont is. Aztán. És ez már a színes. Az meg egy sanyó. Na ez mi? Ja, ez egy fonográfhengel. Fonográfhengel. Ez az olajos hordó, itt micsoda. Másoknál szerintem. Legalábbis ott már, amikor füstöt csináltak a mozdony felett. Jaj, mit a parabola? Na, valamit hallok. Halló! Valami hallatszik, nem tudom, hogy is halljál majd. Nem a két antenna között. Valahogy működik, hogy a hangot nyomjál. Még megtaláltuk az első vasutas témát, és az sem működik. Hát igen, mert nem is fogom mondani, de van felső vezetékeny. Eljön ide az állomásra, és elmegy a következőre. Hidegszak fog tetszeni ez a sok repülő. Tehát vissza, nem tudom, hogy működik, de nézd, ha ráteszed ezt a biliárdból út, akkor előbb-utóbb lemegy. És ha ráteszed arra a vasra, akkor meg nem. Na, de most... És akkor most azt mondnak meg, hogy ez mire jó, vagy mire való. Mikor mire? Írják angolul? Ezt nem.
Tessék, aki akarja, lefordíthatja. Meg van ott két villany kapcsolódó, az lehet, hogy oda tartozik, de az is lehet, hogy nem. Úgyhogy inkább nem piszkáljuk. Ez mi? Ez ilyen izért, ilyen diszkógön, vagy mi ez? Ahhoz hasonló, igen. Fényjáték szerintem. Ez igen, a diszkóban volt ilyen. Meg ilyen lávalámpa, az is hasonló ez, nem? Szerep mozgó. Van, amire biztos jó. Követelén zeleg. Tehát nincs itt senki. Igaza van, ez csak képzelődés. Igen, ott van, ott van. Szerintem magának a képzelődés. Hoppá. Itt fotózom, tudok minket. Mindjárt, akkor legyen a kép. Ezek a retro fényképezők. Úgyhogy azok ott, tehát ezek a dagadó típiák, vagy innen, igen. Azt a kurva, ez, hát ha ez működik? Nem, ez a Space Invader szerintem. Nem is kevés fajta. Ez is valami érdekes lehet. Jó, csak kábelrögötés. Az lehet valami régi telefonközpont. Ó, hát az viszont azért jó kis oda számológép. Ilyen, még valami hasonló van otthon. Ez a... Ez Mercedes. Mercedes írógép. Sőt, szerintem ez telex gép. Nagyon ekkor kezdhet számolni. Aha. Ez a bombai boxtól ilyennel számoltam, amikor ja, összetörtek mindent. Igen. Ez olyan analóg, hogy ezért így lehet, hogy hogy összead, hogy mennyi az áll, igen, meg tekergett, igen. Megnyomod, azt le volt paks. Tudom, de mi szívesen nagy nyomom. Akkor fele hívom. Hogy látsod, hogy beengedték csaték. Csak a kaosztam magam. Na, ezt nézzétek. Milyen képernyős? Hát azt meg nem mondom, hogy nem is oda, de ezek a... Ezek ilyen régi 8 bites gépek, de ezek náluk nem voltak ismertek annyira. Aha. A Cynix CPU, ne... Kell? Ezek valamira tudtak elmelegedni, ezek akkogagyik voltak, amikor még ugye na, 486-os internet. Na ilyen nem pont nem volt, de Pentium az volt, mert 386-os volt az első gép, a másikban meg már Pentium, amikor fejlesztett fel. Hát igen, azért az kell. 486-os imádat, ott a Pentium Pro, őt is láttam még, ezek meg a... De azt használtam? Ez meg egy AMD Proci, nekem egy hasonló volt az, csak az nem Athlon volt, hanem egy Uron, az egy kicsit életebb, és az autó ott van az Athlon. Kóri jött, az már Xeon. A Xeon az a szerverbe való volt, hát meg a Celeron, Celeron D, meg a többi. Ezek az i5-ösek, ezek már nagyon maiak. Az Intel Core 5, meg ezek azok már nagyon maiak, nem? Na az ott egy Pentium 2-es vagy egy 3-as, annak volt ilyen izé szlotos csatlakozója. Nem az kis tudsz. Hát meg a Ryzen, hát az már mostani a Ryzen. Azt nézem, igen, hogy ott a jobb oldal, meg inkább azok ilyen... Nem, az valami intelligens terminál, tehát 3 floppy drive is van. Igen, azt nézem. Na, és itt vannak a... Ó, meg itt lehet még játszani. Látom a mikrokapcsoló joystickokat, úgyhogy ez még... És itt van a Commodore, na, Sinclair. Ezek a Sinclair gépek, a Spectrum, meg a hozzávaló magó. És itt van, Commodore 64. Na, ilyen nem van. Aha. Az Amiga. Ez nekem sose volt. Atari az ismerős. Az Atari az nekem ismerős, nem? Ezek. Ez az Atari nem. 2600-as, igen, de ez nem. Ilyen nem volt. Vagy ez 800-as mondjuk, az is igaz. Galábbis az azon a helyén. Itt vannak a spektrumok is. De ezek már az újabbak, nem? Igen. Jó kis Forma 1-es játék. Commodore 64 alapon. Ez a megmondani, hogy Commodore-on játszottam ezzel a játékkal, pont ugyanezzel.
Kristóf első része. Mondtál. Ez meg volt a Tadén is, meg a PC-re is meg volt. Mindig egyre lejjebb jönnek, és a végén meg már gyorsabbak, és egyre többet lőnek. És ha lejjönnek, akkor game over. Itt az a lényeg, hogy fel kell menni a torony tetejére. Miért letelik az időd? És néha jön egy olyan kis hülyeség onnan felülről, meg valahogy azt is fel lehet nyomni, hogy az a lift az felmenjen. Csak nem tudom a konzolon melyik gombot kell megnyomni hozzá. Azt a szemet el kell kerülni, melyik minden ellenség, aha, így megy föl. És akkor most talán nem fog lelökni az a szal. És akkor ott bemész, átérszülök. Ja, és valahol kívül ki hozzá. Igen, mindjárt jön ott is egy ilyen bizbasz. Most estél le megint. És ha beleesel a vízbe, akkor úgy, igen. Ilyet láttál már? Az első iMac? Talán két. Ezt nagyon reklámozták, és akkor ez pedig már a MacBook, szerintem. Ez még az első MacBook. Az első, és akkor ez meg már a fejlettebb iMac, amit már egy LCD monitorba laktak bele. Igen. És itt voltak az első Macintos gépek. Hát innen indult az Apple 2, 1981-ben. Hát meg itt van érdem fejlettel, hogy... Igen, ez a Steve Jobsnak a... Igen, hát ez végig, igen, és egészen eddig az Apple-től, tehát... Igen, rossz dolog. Meg Macintosh nem nagyon használ senki, hiszen legalábbis háztartásokban, mert nagyon drága volt. De kiadvány szerkesztésben meg eredetlen volt meg a fikába. Számológépeket, karórákat, meg tényleg egy menedzser kalkulátor, meg egy PDA-kat is gyártott akkoriban. Ezek voltak az első PDA-k. Igen, az ilyenek, mint ez. Hát 3.3-as DOSZ. Ezzel még játszottam sokat. Ezzel még én is játszottam, már csak telefonon. Meg kell menteni a hercegnőt, vagy mi a feladat, vagy ilyesmi. És itt van benne egy bug, amit így lehet használni, és akkor gyorsan megcsinálod az első pályát. Ja, hogy van ezt, hogy átjön a következő képernyőre a faszi. Aha, most így át fog jönni. Ezt el kell csolni eddig. És hogyha? És akkor el tudsz menni mögötte. Hogy van, igen, és akkor ott van egy azért, az ott lesz, ami leszakad. Egy aludni, ha. Nem baj, de most rámesed, de mindegy. Nem, mert közben fogom a kamerát, mert aztán shift-tel lehet azért apókat lépni. Közben, remélhetőleg a kamera is veszi. És akkor most visszamész a pálya elejére. Igen, ez egy ilyen... Hát valószínűleg bug volt a játékban, hogy ezt így meg lehetett csinálni, mert nem így tervezték, mert így nem veszed fel a kardod, de mégis lesz a második pályán kardod. Vagy úgy kell, hogy el kéne menni oda hátra és felvenni a kardot, és akkor most... Gyorsan elmész? Hát igen, és akkor így... Aha. Így elszaladsz előre, de itt kinyitod az ajtót, és itt a vége. Ja, hogy ennyi az első pályán, ez kurva. Hát így ennyi az első pályán, és még nem kell elmenni a kardért. És akkor itt volt a másolás védelem benne, hogy melyik közét italt kell meginni, ahhoz, hogy tovább mennyi, és azt a kézikönyvbe kell kivézni. De fel volt krekkelve, már nekem is a krekkelt verzió volt meg. Mm. És akkor mindjárt mehetsz a másik pályára, még van 47 perced. Gyorsan meg volt. És hát az 1991-es játékos számhoz képest maga a fikája, az nagyon ott van. Meg hogyha volt hangkártyád, akkor még a hangja is jobb volt. Mm. És látod, és melyikkel kell akartod elővenni? Kontrollal vagy shift-tel? Nem tudom, de most pedig itt már szükség lesz. Aha. És látod, és van kardod, így is. Ez kurva jó. Anyád. Jó, és nincs benne most azért, nincsen megcsítelve. Ez 30 megabyte. Most meg egy microSD kártyára ráteszel 128 GB-ot, mint ami ebben a kamerában is van. Meg ez a régi magnetooptikai lemezek. Itt a 8 incses fopi. Na, látod? Ezt mondta, ezt kellett beletenni azokba a gépekbe, ez a 8 incses fopi. Ez volt a nagy. Ez meg a ilyen fopit még én is használtam. Ez meg a mentés másként ikon. Ez ismerheted, nem? Ez a mentés igen, másként. Total Commandernek is. Hát meg minden programnak ez a mentés másként ikonja. Hát ott van egy MFM HDD. Az meg egy microDrive. Szerintem ez volt még az első fényképezőgépekben a memóriakártya helyett, ez az IBM microDrive. Ezek az adattárolók is. Ott. Na, nézzük csak.
lyukszalagról meg a lyukkártyáktól azért elég sokáig tartott ide. 1,44, ott van a kis flopi CD. Meg be volt az USB pendrive. Hát igen, na, az 30 meg ott az a nagy vinyó. Na most már mennyi 128 GB? Ennyi, a microSD. Várom, és azt kinyomta. Jó, meg elég volt, ha azért van valami hangfal közelébe tenni, akkor is tönkrement. Ilyen robbantott dolgok. Hát az egy nyomtató. Az abban semmi érszem, hogy ez csak egy nyomtató. De nem Lenin, de Vladimir. Így is Lenin, így is meg. Igen, igen. Nem hatodik lenni. Ez nem tudom kicsoda, de biztos. Ja, de tudom, hogy kicsoda, de hogy azért, hogy mit csinált, azt nem tudom. Hát azt látom, hogy kicsoda, oda van írva, de... De ezeket az utakat elismerem. Légy egy lovasszóval. Ja, de hát közben végeztünk itt a múzeummal. Végül is megnéztünk mindent, szerintem, amit meg akartunk.